Én mindent megtettem volna tavaly ezért. Én nagyon későn változtam, és nagyon későn tettem meg mindent, és ő már akkor szerintem erre nem volt befogadó. Nagyon sok utolsó esély volt. Te most magadat hibáztatod? Én érzem a magam felelősségét abban, hogy ő észrevette ezt a srácot. A szövegét ennek a klipnek ismerted? Ennek a dalnak? Velem gyakorolta. De ezt tudod, hogy rólad szólt. Akkor még ez nem így volt. Akkor arról volt szó, hogy ez a Márknak a dala. Márk is váló félben volt? Hát persze. Azért? Tehát ez a Márk dala, és a Márk üzeni a párjának. Ez ennyire nem volt kimondva, és én nem is tulajdonítottam neki túl nagy jelentőséget. Csak először, amikor meghallottam, akkor mondtam, hogy azért ez meleg, hogyha kijön a mi házasságmentési időszakunkban. De akkor megfordult a fejedben, hogy ez rólatok szól? Én akkor annyira koncentráltam arra, hogy bizonyítsak, hogy nagyon rövid ideig fordult meg a fejemben ez. De igen, én vittem oda énekelni. Amikor... Én mentem érte például, de amikor de akkor már együtt voltak szerinted? Nagyon, nagyon, nagyon nehéz most már hónapok elteltével visszagondolni arra, hogy mi lehetett. És nem is vagyok benne de biztos, mire gondolsz, mire tippesz, mindenre, mikor jöttek össze? Mindenre. De mikor jöttek ők össze? Szerintem valahol ott az ünnepi időszak előtt.